Ez a 10. kerületi kultúrház előtti tér is egyike lesz azoknak a szavazópontoknak, ahol most szombattól jövő hét vasárnapig leadhatják majd voksaikat. Azt érdemes tudni, hogy csak abban a körzetben szavazhatnak, ahova az állandó lakcímük szól. A szavazópontok részletes listáját az előválasztás.hu oldalon megtalálják. Ugyanezen a felületen előzetes regisztráció után online is lehet szavazni egy videóhívással egybekötött azonosítás után. A civil választási bizottság elnöke 4-500 000 fős részvételi számmal kalkulál. A szavazás az egyéni képviselőjelölteknél egyfordulós, a közös miniszterelnök jelölteknél viszont kétfordulós, kivéve ha valaki elnyeri a szavazatok 50+1%-át. Magyar György szerint erre kevés esély van, így a hivatalos végeredménye a második forduló után, október 10-e környékén derül ki. Skype kapcsolaton keresztül pedig itt van velünk vendégünk, Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa mozgalom alapító elnöke. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önt itt a kivetítőn is. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll. Holnap indul tehát az előválasztás. Ön mire számít? Milyen esélylatolgatással indul neki ennek a bő egy hétnek? Én is jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát egyelőre minden indikátor azt jelzi, hogy be fogok tudni jutni az első három helyzetbe, és természetesen a második fordulónak már a célja az lesz, hogy ki lesz az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje. Úgyhogy ha csak a Google kereséseket, vagy az összegyűjtött aláírások számát nézzük is, akkor hihetetlen energiákat sikerült megmozgatni már is, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki ebben segített. Az országban mindösszesen több mint 1000 ember gyűjtötte az aláírásokat is. Én azt szeretném kérni mindenkitől, hogy feltétlenül vegyen részt ezen az előválasztáson, annak a tudatában, hogy a 2022-es választás valójában most fog eldőlni ezen az előválasztáson, hogyha sikerül olyan konszenzusos jelöltet találni, aki vidéken és a bizonytalanoknál is képes Orbán Viktor legyőzésére, akkor jövőre lesz rendszerváltás. Az ön megítélése szakértők szerint nagyon sokat változott az első miniszterelnök jelölti vita után. Azt mondták, hogy épp a három kevésbé esélyes jelölt tudta igazán megmutatni magát. Ön mit tapasztal? A Publikus Intézet megismerte. Ön ezek szerint a Publikus Intézet mérése szerint, ugye először a Karácsony Gergely és a Dobrev Klára az első két helyen, és ön a harmadik helyen Jakab Péterrel esélyes lett. Korábban azért ez nem volt ennyire egyértelmű. Fontosnak tartja, hogy ezekben a vitákban megmutathassa magát, és készül-e más stratégiával a következő vitára? Hát nyilván azt gondolom, hogy a következő vita egy több konfrontációt is lehetővé tevő valódibb vita lesz a szervezők által eleve létrehozott körülmények miatt. Tehát ott mindenkinek egy idő kerete lesz, amivel gazdálkodik, és nem pedig két-két percben kell, tessék ezt elképzelni, ugye, hogy az oktatás és az egészségügyel kapcsolatos elképzeléseket összesen 2 percben elmondani, nyilván ez egy másik műfaj lesz. Nem gondolom, hogy nagyon más lenne a helyzet a tekintetben, hogy a jelöltek egy közös ellenzéki programot kell megvalósítsanak. Én azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem egy ígérgetési verseny, hiszen a közös ellenzéki programról lesz szó. Itt valójában nem a programok, hanem a személyek versenyeznek. Ki az a leghitelesebb személy, aki még a jobboldali és a vidéki szavazókat is meg tudja majd mozgatni, mert az lesz képes legyőzni Orbán Viktort. Ha már ön említette ezt az ígérgetést, egymás fölé ígérést, önnek volt rossz érzése, akár képviselő jelölt társak mondásai mellett, ahogy hallotta, hogy igen, az egészségügyi dolgozóknak, a közigazgatásban dolgozóknak, a rendészvédelmi dolgozóknak, mindenkinek béremelést ígérünk. Tehát vége láthatatlan az a sor, amivel úgy tűnik, mintha ez az ígérgetési cunami elindult volna. Igen, hát hogy viccesen mondtam is tegnap előtt egy nyugdíjas parlamenti felszólalásban, hogy a magyar GDP-nek szerintem a kétszeresét kiosztották ott a jelöltek, vagy hogyha valaki azt ígéri, hogy minden nyugdíjasnak adunk 150 000 forintot, akkor miért nem 300 000-et, vagy miért nem 1 000 000-t? Tehát nyilvánvalóan felelős vezetőt kell választani. Én azt gondolom, hogy aki már polgármesterként bebizonyította, hogy tud gazdálkodni egy nagyobb közösségnek a pénzügyeivel, az nem tesz ilyen felelőtlen ígéreteket. Akkor ráadásul ön mit tesz? Bocsánat, akkor ön ezek közül a társadalmi csoportok közül kinek ígérne és mit ígérne? Hát amit meg tudok ígérni, őszintén mondom, az, hogy a tanároknak, a rendőröknek és az egészségügyi szakdolgozóknak mindenképpen lesz béremelése, de ezt onnan tudom közgazdászként egészen biztosan, hogy a kereslet-kínálat törvényei szerint ezeken a pályákon olyan munkaerő hiány van, hogy ha nem lesz béremelés, akkor a rendszer összeomlik. Tehát akár váltjuk a kormányt, reményem szerint, akár maradna a kormány,
ott mindenképpen béremelés lesz. Tehát populista ígéretekkel, ráadásul a Fidesz nem lehet leváltani, nem lehet legyőzni. Orbán Viktor is fog ígérni, és ráadásul Orbán Viktornak is el fogják hinni, vagy jobban el fogják hinni, mint azoknak az ellenzéki vezetőknek, akik sokszor még nem tudtak bizonyítani eddig. Tehát én biztos vagyok benne, hogy nem az ígéreteken fog múlni, hanem a hitelességen. Ha már említette a másik oldalt, az Iránytű Intézet most azt nézte meg, hogyha a 600 fős mintában mérték meg, és azt nézték meg, hogyha most lennek az országgyűlési választások, és ön lenne az ellenzéki jelölt, akkor bizony szerintük ez a 600 fős minta alapján az jött ki, hogy Lázár János szavazatok 51%-át vinné el, ön mindössze a 37%-át kapna, de hogy le tudna győzni, ez még a biztos választók esetében is 56-41 arány, ott is a Lázár János vezetne. Hogyan értékeli ezt a mérést? Hát az Iránytű Intézet az a Jobbiknak a kutatóintézete. Én ebből egyetlen egy biztos jelet látok, azt, hogy most már a Jobbik szerint is jobban állok, mint Jakab Péter az előválasztáson, és ezért kezdtek el támadni. Ebben a körzetben, ahol a Jobbik szerint én kevésbé vagyok esélyes, mint a Jobbiknak a 2018-as volt jelöltje, ebben a körzetben a Jobbik engem választott, én vagyok a Jobbik jelöltje. Tehát azért rendkívül furcsa. Tehát azt el kell mondani, hogy szemben például Jakab Péterrel, aki nagyon sok közvéleménykutatást nyert már, de választást még nem, én még közvéleménykutatást soha nem nyertem. Viszont mind a két választást, ahol elindultam, nagyon nagy többséggel megnyertem, mindenkinek a meglepetésére. Azt gondolja, hogy most is meglepetés várható? Erre próbált utalni? Hát az a csoda, hogy a milliárdos állami pénzekből gazdálkodó pártokkal szemben az egyik legtöbb, harmadik legtöbb aláírás gyűjtöttük. Mindenképpen a legtisztább, legtisztességesebb, önzetlen aktivisták segítségével kéthetes szabadságot vett ki néhány ember, mások a családjukba vittek el és köröztettek egy-egy aláíróívet. Tehát, hogy mi gyűjtöttük a harmadik legtöbb aláírást, már ott benne voltam az első három között. Én ezeknek a lelkes embereknek köszönöm, és ahogy megcsináltuk, Hódmezővásárhelyen már kétszer a csodát. Az aláírásgyűjtésnél harmadjára országosan is megcsináltuk a csodát. Én nagyon bízom abban, hogy nagyon sok embert el tudunk érni, meg tudunk mozgatni. A legfontosabb, hogy a következő 8 napban, 9 napban mindenki, aki csak teheti, menjen el, vigye el a rokonait, vegyenek részt ezen az előválasztáson, mert tényleg most fog eldőlni a 2022-es választás. Sokan azt mondják, hogy egy magas részvétel az pont már újabb helyzetet teremt. Ön szerint mi az, ilyenkor a pártok erőssége határozza meg, tehát az, hogy melyik miniszterelnöki jelölt lesz kedvező pozícióban, vagy pedig a részvétel ilyen szempontból befolyásoló tényező lehet? Hát a részvétel az abszolút befolyásoló tényező, hogyha alacsony a részvétel, akkor azt jelenti, hogy csak a pártok törzs szavazói mennek el. De ahogy mondtam is, a pártok törzs szavazói nem lesznek képesek Orbán Viktor leváltására, a bizonytalanoknak, a kiábrándult fideszeseknek a szavazatára is szükség van, különösen vidéken. Tehát én a nagy részvételben azért reménykedek, mert nagy részvétellel olyan konszenzusos jelöltet tudunk megválasztani, tudnak önök megválasztani, aki képes megszólítani a pártok törzsszavazóin túli rétegeket is, és akkor akár kétharmaddal is le lehet váltani Orbán Viktort 22-ben. Nem tart attól, hogy nem csak ellenzéki szavazók, hanem kormányközeli szavazók is elmennek az előválasztásra? Ebben egyrészt biztos vagyok, tehát hogy mozgósít a Fidesz is, és a Fidesz nyilván a számára legkedvezőbb, legnagyobb elutasítottsággal rendelkező, vagy legbaloldalibb jelöltekre szavazna ebben az esetben, akikre ugye bizonytalanok nem fognak szavazni. Abban reménykedem azonban, hogy a pártok lassan kommunikálják azt, amit nekem is ígértek, nevezetesen, hogy a szavazóknak a nyilvántartása, tehát aki leadta a szavazatát, ugye azt majd a kampány célokra használják ezt az adatbázist, ez azt jelenti, hogy a jelöltek számára felhasználható lesz, tehát látni fogják azt, hogyha például a Hódmezővásárhelyen pontosan tudjuk, hogy ki az a néhány száz ember, 1-200 ember maximum, akit a Fidesz egy ilyen tulajdonképpen egy csalásra rá tudna venni. Azért ez egy erős mondat, ez azt jelenti, hogy önök listázzák a Fidesz szavazókat? Nem, az azt jelenti, hogy közismertek. Azok az emberek, akik akár egy-egy fideszes fórumon megjelennek, egy kis közösségben, mint Hódmezővásárhely is, nyilván itt 44 ezer emberről van szó, tehát, de az a 1-200 fideszes, aki, sőt, én inkább azt mondanám, hogy inkább 50 fideszes, aki ott van minden fideszes fórumon, aki a Facebookon állandóan kommentel, aki tulajdonképpen lejáratja magát sokszor,
a Fidesz melletti kiállásával. Na tehát őket bármilyen helyzetben való kiállásával, őket személyesen ismeri az egész város. Nyilván nekik is joguk elmenni a választ, vagy az előválasztásra, tehát ez csak egy információ lesz. A Igen? Elnézést, azt akarom mondani, hogy persze, hogy joguk elmenni, de itt csak az szavazhat, aki leteszi a nagy esküt, hogy le akarja váltani Orbán Viktort. Hát tessék elképzelni, hogy 22-es választásokon milyen kellemetlen helyzetbe kerültek, ha kiderül, hogy a fideszes leglelkesebb szavazók is le akarták váltani Orbán Viktort. Megígérték, letették az esküt rá. Ezek szerint ön még rendkívül pozitívan tekint előre, és azt gondolja, hogy a kétharmad sem kizárt? Tehát azért ilyeneket már nagyon óvatosan mondunk az elmúlt hetekben, hónapokban. Hát higgyék el nekem, hogy most az előválasztáson fog eldőlni, hogy lesz-e kétharmad bármelyik oldalon. Hogyha a legelutasítottabb jelöltet sikerül megválasztanunk most az előválasztáson, akkor a fideszes kétharmad sem kizárt. De hogyha a legjobb jelölteket, akkor az ellenzéki kétharmad sem kizárt. A következő fél év munkája fogja majd ezt meghatározni, sikerül-e komoly munkát beletenni vidéken, falvakban, minden kis településre is eljutva az embereknek elmondani az igazságot. Ebben eddig nem jeleskedett az ellenzék, de ezt most nem lehet megspórolni. Egy utolsó gyors reakció, egy fél mondattal említette, hogy ha valaki be akarná, vagy be szeretné folyásolni, vagy bele szeretne szólni ebbe a folyamatba, akkor nyilván a Fidesznek a legkönnyebb jelölt felé vinni ezt a szavazótábort. Ön szerint a Fidesznek ki lenne a legjobb ellenzéki miniszterelnök jelölt? Hát nyilván ezt még a fideszesek is elmondták már több műsorban, hogy Dobrev Klára. Hát én nekik Dobrev Klárának, akinek a kiváló képességei, én azt gondolom, hogy amit akár ezen a vitán is lehetett látni, hogy ő fejből kedvesen el tudott mondani mindenkinek tetsző szövegeket, és a többi. Tehát az ő kiváló képességei mellett is ugye nyilvánvaló a férje óriási elutasítottsága, vagy a 2010 előtti kormányzás elutasítottsága miatt a Fidesz számára a legkönnyebb győzelmet ígéri 22-re. Tehát ő az a jelölt, akit a Fidesz egészen biztosan szeretne, de vidéki területeken nagyon sokszor éppenséggel a szocialista jelölt, hát nyilván adott esetben egy jobb, egy baloldali jelölt közül a szocialista jelöltet fogják támogatni. Máté Szalkán, Földi István jobbikos képviselővel szemben például hangfelvétellel bizonyítottan a Fidesz igyekszik mozgósítani a baloldali jelölt mellett. No, nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy végeredmény 20, legkésőbb ugye 8-10 nap múlva várható, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt volt, holnap indul az előválasztás, kíváncsian várjuk a fejleményeket, Márki Zajt Péternek pedig szép napot, viszontlátásra. Én is szép napot kívánok, viszontlátásra.